A hidegben akár néhány nap alatt elpusztulhatnak az élelem nélkül maradt madarak. Ezért fontos, hogy az apró élőlények a téli hónapokban is megfelelő mennyiségű táplálékhoz jussanak, és legyen hova behúzódniuk. Azért jöttünk ma össze, hogy egy programot, egy kezdeményezést indítsuk el. A Hegyvidéki Önkormányzat és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület most egyedülálló programot dolgozott ki annak érdekében, hogy segítsék a madarak védelmét. A Madárbarát Hegyvidék programhoz szinte valamennyi iskola és óvoda csatlakozott. Az intézmények ilyen iparművészek által készített madárodókat, napraforgó magot és ismeretterjesztő kiadványokat kapnak. A cél az, hogy a gyerekek minél kisebb korban szembesüljenek a segítségnyújtás fontosságával. Ez egy örömteli közös program. És ami talán a legfontosabb, hogy megtapasztalja, hogy másért felelősséget kell vállalnia. Egy nálánál gyengébb, kiszolgáltatottabb lényért felelősséggel tartozik, ami az élet alapvető tapasztalata kell, hogy legyen. Hogy én, akiről egyébként felnőttek, tanárok, önkormányzat, ki tudja, hogy ki mindenki gondoskodik, én attól leszek teljes értékű tag, hogy felelősséget vállalok valamiért, ami nálam esendőbb, gyengébb, kisebb. Most egy madárért. De később ki tudja, nyilván kiszélesedik ez a kör. A madárbarát óvodák és iskolák a program sikere érdekében szakmai támogatást is kapnak. A közel 20 intézménynek az önkormányzat biztosította ezeket a kezdő csomagokat, amik tartalmazzák az odút, tartalmazzák az etetőt, illetve a magot, táplálékot. A madártani egyesület szakemberei mondják el a intézmény vezetőknek, hogy hogy kell ezeket a csomagokat, madáretetőket használni. Egyébként nagyon profi honlapja van az egyesületnek, tehát több ezer oldalnyi szakirodalom letölthető, megtekinthető. A programhoz egyébként a kerületben élők is csatlakozhatnak. Próbáltuk olyan dolgokat is kitalálni, amit nem csak a óriási kerettel rendelkező emberek tudnak véghez vinni, hanem az egész kicsi dolgokat, amit egy balkonon is el lehet végezni, és mégis valamiféle kapcsolatot újra lehet teremteni a természettel. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, fontos, hogyha valaki elkezd egy etetési szezont, akkor ezt végig kell vinni. A madarak ugyanis könnyen megszokják és számítanak az etetők táplálék kínálatára.